A Perlinka énekegyüttes próbál az egyes számú ungvári zeneiskola termében. Közel 30 gyerek alkotja a teljes csapatot. Kivétel nélkül mindenki imád énekelni és szereti az ukrán dalokat. Szeretek itt énekelni. Nagyon jó dalokat tanulunk, és a tanárunk is kedves. Szeretem a foglalkozásokat, mert gyermekkorom óta arról álmodozom, hogy operaénekes legyek. Azt szűrtem le magamnak, hogy egy mindenkiért és mindenki egyért. A kollektívának összetartónak kell lennie, és mindenki felelős a másikért. Támogatni akarjuk katonáinkat a fronton, dalokat rögzíteni nekik. Amellett, hogy örömet akarunk szerezni nekik, pénzt is gyűjtünk, és átutaljuk a szükségleteikre. A gyerekek a háború első napjától kezdve segítették a katonákat. Aktívan bekapcsolódtak az önkéntes tevékenységekbe. A pénzt szupermarketekben és városi tereken gyűjtötték. Támogatom az önkéntes tevékenységet, főleg szórólapokat terjesztettem. Édesanyám minden alkalommal, amikor önkénteskedni megyünk, azt mondja, hogy nagyon bájos vagyok, ezért megbirkózom a munkámmal. A csapat vezetője bevallja, 2 hónappal az invázió kezdete után is csakis a gyerekeknek köszönhetően tért vissza az énekléshez. A szülők jelezték, hogy a gyerekek nagyon szeretnének énekelni. Legyőztem magam, és fokozatosan próbálni kezdtünk. Az első dolgunk az volt, hogy zenés ajándékokat vettünk fel katonáink számára. Klippeket készítettünk, hangot rögzítettünk. Ebben Hennagyi Donyecki ungvári zenész segített. Azóta már 5 zenés köszöntőt készítettek. A klippek színesek, a dalok hazafiasak. Mindannyian tudjuk, hogy a fiaink harcolnak és meghalnak azért, hogy folytathassuk a szokásos életünket, hogy mi ne érezzük, és hogy a gyermekeink ne érezzék a háború leheletét. Hazafias dal soha nem szólt úgy, és soha nem volt rá akkora szükség, mint most. Maria Mudraninec 22 éve alapította az együttest egy átlagos iskola bázisán. Az ezüstharang versenyen való sikeres szereplés után a csapat meghívást kapott a zeneiskolába, ahol a mai napig folytatja tevékenységét. A gyerekek ukrán népdal feldolgozásokat énekelnek akadémikus hangfelvételben. A háború kezdetével a repertoárjuk kibővült. A Perlinka együttes aktívan részt vesz a kárpátaljai népi kórus és a kárpátaljai katonákat támogató mozgalom akcióiban. Önálló minikoncerteket is szerveznek. A fiatal művészeknek sikerült drónra és hőszigetelő ruházatra pénzt gyűjteniük az egyik kórustag édesapjának, aki jelenleg a fronton van. Az apám nagyon kellemesen meglepődött, köszönetet mondott minden önkéntesnek, mindenkinek, aki segítette az adománygyűjtésben. Nem csak neki, hanem más katonák számára is gyűjtöttünk pénzt. Az együttes azt ígéri, hogy új dalokkal ajándékozzák meg a katonákat új évre és karácsonyra. Arról álmodnak, hogy mielőbb megünnepeljék a győzelmet.